A Szikolicidium 259. évfordulójára emlékeztek a hétvégén Madéfalván. 1764. január 7-én a császári csapatok 200 embert, közöttük asszonyokat és gyermekeket mészároltak le ágyútűzzel, mivel a székelyek ellenálltak a kényszersorozásnak. Ennek emlékére a madéfalvi vészhalmon emlékművet állítottak, amit 1905-ben adtak át a helyi közösségnek. A székelyek végtől fogva rettenthetetlen és elszánt harcosok hírében álltak. A székely határőrök hősiességéről is beszélt Varga Judit, Magyarország igazságügyi minisztere, a madéfalvi megemlékezésen, a Szikolicidium 259. évfordulóján, hozzátéve, hogy ezt már az Árpádházi királyok is felismerték, és kiemelve, hogy mindig különleges élmény számára Székelyföldre érkezni. Szentes Csaba, Madéfalva polgármestere köszöntőjében arra emlékeztette az egybegyűlteket, hogy a székelységre most is kemény munka vár. Évszázadok kellnek, amíg egy ilyen sebet be lehet gyógyítani, egyáltalán be lehet gyógyítani, vagy akár gazdaságilag egy térséget vagy település újra lehet építeni. Tehát az idei év azt üzeni, hogy oda kell figyelnünk, nagyon egymásra számíthatunk, és nagyon sokat kell dolgozzunk azon, hogy álljon meg ez az úgynevezett kivándorlás. A jövőbe a fiatal generációba fektet nagy munkát a Csángó vidéken működő oktatási program is. Ennek köszönhetően mindig lesz, aki az elmenekült madéfalviakat, a moldvai csángókat képviselje az ünnepségen. Fogalmazott Nyisztor Ilona, a Pusztinai Hazáért csoport vezetője. Leszen, mert szerencse a magyar anyanyelvi oktatásval, hogy a gyermekeket felkészítsük, jól érezzék azt, hogy kik ők, honnan származnak, és a hagyományaikat már ne felejtsék el. Mindentől függetlenül itt vagyunk évről évre. Mindentől függetlenül itt vagyunk évről évre, hangsúlyozta a felszólalásában Táncos Barna, hozzátéve, hogy a székelyeknek mindig volt kire feltekinteni a történelem során. Az ünnepség végén a kegyelet koszorúit helyezték el a jelenlevők, majd közösen énekelték el a magyar és a székely himnuszt.